oda csücsüljetek le. Egy gombos tűt sem lehetett volna leejteni a mászonyi közösségi házban. A helyiség ugyanis zsúfolásig megtelt gyerekekkel. A Mikulás krampuszaival együtt várta a csemetéket. Csoki csukor csokoládé, jaj de jó, de a vigászó gyereknek nem való. Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás. Hát ez nagyon szép. Többen olyan bátrak voltak, hogy kérés nélkül dalra fakadtak a nagyszakálúnak. Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás, gyere már, minden gyerek van. A gyerekek kitörő örömmel fogadták a Mikulást, és a krampuszoktól sem ijedtek meg. Virgácsot ugyanis senki sem kapott. És vajon ki, hogy készült a Mikulásra? Úgyhogy mondok neki verseket. Igazából azt szoktam csinálni, hogy első nap, amikor majdnem jön a Mikulás, akkor minden nap így kitisztítom a gyacipőmet, hogy így legyen így tiszta, hogy a Mikulás bele tudja rakni a csomagot. Én egy lovacskát kaptam, egy csomagot, és a mamámtól is egy csomagot, meg a most tettőletélapótól egy csomagot. A dombovári önkormányzat összesen 34 ajándékcsomagot állított össze a mászonyi szegregátumban élő gyerekeknek.